Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, dr. Fetter Ádám polgármester urat, Valahi Katalint, a Művészetek Háza igazgatóját, a Nosztalgia dalkört, természetesen a kertbarátokat, akik kemény munkával már napok óta, sőt hetek óta dolgoznak, mondhatnám hónapok óta, hogy a kiállítás elkészüljön, és természetesen minden kedves megjelentet, aki eljött és megnézi a kiállításunkat. Mielőtt elkezdeném átadni a szót Valahi Katinak, mert ugye ő fogja megnyitni a megnyitót, volt egy kellemes meglepetésünk. Egy kedves kislány megkérdezte, hogy a festményeit kiállíthatja-e itt nálunk, és hogy mondhatnék nemet, mikor csodálatos eleve a festménye, és ezért szeretném megkérni Magyar Falvi Lizát, hogy jöjjön ide, mert egy kis meglepetéssel készültünk neki, és fogadjátok őt szeretettel. És akkor át is adnám a szót Valahi Katalinnak, aki megnyitja a mostani kiállításunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy Liza kapta előttem az ajándékot, mert pont erről szerettem volna beszélni. Nem csodálkoznék rajta, hogyha Liza ott lett volna egy olyan eseményen, amikor a kertbarátok valamelyik oviba egy fát ültettek el. Azt hiszem, hogy nagyon fontosak ezek a pillanatok, amit a természet és az emberek összekötődése jelent. És nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy ez egy természetes dolog, de néha érdemes megállni és rácsodálkozni, hogy milyen sok szép, gyönyörű dolog van körülöttünk, és ez mennyire értékes. És a kertbarátok hosszú-hosszú évek óta, bár még ez nem az 50. Születésnapi köszöntő, de azért mindenki tudja ebben az évben, hogy erre készülünk. Tehát nagyon-nagyon régóta támogatják a város jólétét azzal, hogy élményeket adnak nekünk, például a Vörösvári Napok keretében ezen a kiállítás megnyitón, mert szerintem nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogyha azt mondom, hogy Vörösvári Napok, akkor egy illat jut eszembe. Az az illat, ami ma is itt van ebben a teremben, a gyönyörűséges növények, mindig vannak fűszernövények, mindig vannak leánderek, bár most egy kicsit félbenézek körül, és lehet, hogy az idei nagy melegben nem lehetett őket elhozni, de hogy nagyon sok olyan növény, amik fontosak minden vörösvári család életében, és fontosak a mi életünkben is. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik azt a szorgos, gondos munkát, amivel a kertjeiket ápolják, és ezzel nem csak a kertjeiket, hanem az egész közösséget is ápolják. Nem véletlenül ilyen jó összetartó csapat, sokat készülnek, és egy perc alatt szokták megszervezni azt, hogy ki van itt, ki vigyáz a növényekre. Mind azért, mert nagyon régóta élnek együtt, és nagyon sok közös élmény köti össze őket. Úgyhogy ezért természetes az is, hogy mindig vannak vendégek az ő kiállításukon. Nagyon régóta Nosztalgia dalkör, sokszor, mert hogy jó barátok és segítik egymást az élményekkel. A jó társaság az nem lehet meg anélkül, a nedű nélkül, amit a kertbarátok ápolnak, a borocska nélkül. A borocskához meg nagyon sokszor kell az énekszó, úgyhogy nem is kérdés, hogy miért fog következni ezen a kiállítás megnyitón a Nosztalgia dalkörnek a kis csokra, mert hosszú-hosszú idő óta ez egy természetes összekötő kapocs, és én nagyon kívánom mindenkinek, különösebben abban a helyzetben, ahogy most élünk, hogy még sokáig jó egészségben boldogan tudjanak együtt ünnepelni, együtt lenni, támogassák egymást ezzel a munkával, mert jó érzés, hogyha van mit gondoznunk, a kertünk ott van mindig nekünk, úgyhogy én ehhez nagyon sok sikert kívánok nekik, és mi megköszönjük ezt az élményt. Úgyhogy gratulálok, és köszönjük szépen! Lass uns fröhlich sein, lass dein Lied erklingen.
A dalkörnek ezeket a gyönyörű dalokat. A felhívást értettük.
De azért még mögöttem áll egy fa, amiről szeretnék néhány szót mondani. Ugye Kati már említette, hogy 50 éves a kertbarátkör. A fát úgy nézzétek, hogy ugye alapok nélkül semmi nem működik. Alul a fa gyökerei, azok az alapító tagjaink neve szerepel rajta. Fönt pedig a lombkoronánál mostani tagoknak a nevei. Úgyhogy a fát így nézzétek, úgyhogy most vagyunk 50 évesek, és úgy gondoltuk, hogy most elkészítjük ezt a fát, a kertbarátok fáját, úgyhogy fogadjátok őt is szeretettel. És ugye a felhívásra visszatérve, természetesen a kertbarátok mindig készülnek a megnyitón egy kis borral. Természetesen gondoltunk azokra is, akik esetleg nem isznak, úgyhogy őket szeretettel várjuk egy kis citromfűszörpel. Úgyhogy a lányok mindjárt körbe kínálnak mindenkit, és szeretettel fogadjátok a bort. És még egy kérésem lesz hozzátok. Ugye már megszoktátok, hogy a legszebb kiállító asztalt értékeljük, mert minden tag rengeteg munkát beletett ebbe, de azért szeretnénk megköszönni annak, akit a közönség úgy gondolja, hogy szerinte a legszebb. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy az asztalon vannak kis cédulák, hogy amelyik nektek a legjobban tetszik, annak a nevét írjátok fel a cédulára, és ott a dobozba dobjátok be.